A holokauszt gyöngyösi áldozataira emlékeztek a zsidó temetőben. Névadó ünnepség mostantól Csépe György nevét viseli a strand. 45 éves a toronyház, programokkal készültek a lakók. Ezek lesznek ma este legfontosabb híreink. Köszöntöm Önöket! 1944. május 13-tól június 8-ig 2071 gyöngyösi zsidópolgárt vittek el a gyöngyösi gettóból 60-ba, majd küldték tovább őket június 12-én Auschwitzba. Nagy részük sohasem tért onnan vissza. 72 évvel a holokauszt után rájuk emlékeztek vasárnap a megújulóban lévő zsidó temetőben. Elsőként Bognár Pálné, az utolsó még élő gyöngyösi holokauszt túlélők egyike szólalt fel, aki elmondta, öröm látni a második és harmadik generáció tagjait, azokat, akik eljöttek, hogy emlékezzenek szüleikre, nagyszüleikre, rokonaikra, barátaikra. Majd ő emlékezett. Mindenkit kihajtottak a vasútállomásra, hogy elvisznek minket, mindenkit, a kórházból a betegeket, a szülőnőket, az elmeosztályról az ápoltakat, akkor még reménykedtünk, hogy minket is munkára visznek. Ma már tudjuk, hogy hová vittek, 70-en bezárva a vagonokba, Auschwitzba, a krematóriumba. Bognár Pálné beszédében köszönetét fejezte ki a hitközségnek és a támogatóknak, hogy megszépült temetőben, és remény szerint majd megújult zsinagógában imádkozhat, és emlékezhet a mártírokra. Végezetül a fiatal hittársaihoz szólt, merjenek zsidónak lenni, emlékezni és emlékeztetni. Radnóti Zoltán rabbi arra emlékeztetett, hogy nem csak 6 millió zsidó volt a holokauszt áldozata. Megrendült gondolattal kell gondolnunk azokra, a roma honfitársainkra, a kommunistákra, az ellenállókra és a magyar hadsereg azon katonáira is, akik ártatlanul szenvedtek vértanú halált, az ő lelkük is itt van velünk, és ezzel is, ebből is látjuk, ez nem egy zsidó belügy, ez egy magyar ügy. A rabbi kiemelte, Magyarországon is éltek hős lelkű emberek, akik embermentőként tevékenykedtek. Most, 72 év után ugyanúgy fel kell emelni szavunkat az antiszemitizmus és mindenféle rasszizmus ellen, mint ezek tették. Radnóti Zoltán után Horváth László országgyűlési képviselő szólalt fel, kijelentve, lelkünkben a mai napig még nem zárult le a dicsitelen korszak. A megemlékezésen a város képviseletében Tóth Szabolcs önkormányzati képviselő tolmácsolta a családi okokból távol lévő Hisz György polgár mester szavait, felhívva a figyelmet arra, hogy az ordas eszmék ma is köztünk vannak. A megbékélésről és a felekezetek közötti együttműködésről szóltak az ünnepség további felszólalói, dr. Omar Assani, a kórházigazgató, Nasinszki Péter, a hitgyülekezete lelkipásztora és Juhász Ferenc, a pátplébános. Weisz Péter, a gyöngyösi zsidó hitközség elnöke, külön is köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették és segítik a munkájukat, és a temető kitakarításában közreműködő roma közmunkásokat emléklapot adott át. Dr. Csépe György nevét viseli a gyöngyösi úszoda és termálfürdő, miután a hétvégén megtörtént az ünnepélyes névadó ünnepség. A képviselőtestület a gyöngyösi úszó alapítvány és az alapító Roska László javaslatára tavaly novemberben döntött az úszoda és a két medence elnevezéséről. A 33 méteres medencét Snakócki Béláról, az 50 méteres medencét pedig Horváth Miklósról, az úszósport kiemelkedő alakjairól nevezték el. A névadó ünnepség különlegességét az adta, hogy egybeesett a magyar úszás napjával. Bronz domborművel és résztáblával emlékeztek a hétvégén a gyöngyösi úszósport nagyjaira. A gyöngyösi úszoda és termálstrand mostantól hivatalosan is dr. Csépe György nevét viseli. Hisz György polgármester köszöntő beszédében úgy fogalmazott, szerencsés az a közösség, ahol vannak olyan személyek, akik egész életükben, munkájukkal, magatartásukkal, emberségükkel példaképként állíthatóak. Csépe György is az egész életét a közösségnek szentelte, úgy dolgozott pedagógusként, tanárként, tényleg a legnagyobb sorsú gyerekek nevelésével. Családapaként az úszásnak szentelt életét, lánya olimpikon, olimpiai helyezett, és hát mint sportszervező és sportvezető pedig élete volt az úszás.
Az ünnepségen lánya, Csépe Gabriella, aki maga is az úszásnak szentelte életét, elmondta, nagy megtiszteltetés, hogy az úszoda édesapja nevét viseli a jövőben. Nagyon örülök, hogy az édesapámról nevezték el az úszodát. Ez egy hatalmas elismerés, és nagyon nagy az egész család, nagyon örül neki. Köszönjük a városnak, és a polgármesteréknek, és a parafa úszóklubnak ezt a fölterjesztést, hogy az úszoda róla legyen elnevezve. Az eseményen dr. Magda Róbert, a Gyöngyösi Úszó Alapítvány elnöke is méltatta Csépe György munkáját. Roska László, az alapítvány alapító tagja a pohár köszöntőjében elmondta, 40 év munkája hozta azt, hogy a motor, aki elment közülünk, róla örök emléket tudjunk állítani. Ezzel szeretnénk méltó emléket állítani nekik, illetve a mai fiataloknak, edzőknek, sportolóknak, szakvezetőknek pedig jövőképet adni, és megfelelő irányba mutatást biztosítani. Ezen a napon a strand 33 méteres medencéjét Snakócki Béláról, az 50 méteres medencét pedig Horváth Miklósról, az úszósport kiemelkedő alakjairól nevezték el. Itt a vakáció, így a Gyöngyösi strandon is megkezdődött a nyári nyitvatartás. Az úszni vágyók már a kinti 50 méteres medencét is használhatják, és új csúszdával várja a gyermekmedence a strandolókat. Juhász Péter, a strandot üzemeltető Sportfolio Kft. Ügyvezetője elmondta, idén főként gazdasági célú fejlesztések valósultak meg a strand területén, ám a jövőben akár új medence is épülhet. A belépőjegyek közül a legnépszerűbb a délutáni gyöngyösi jegy, amellyel lakcímkártya bemutatásával idén is olcsóban strandolhatnak a helyiek. Van, aki komolyan veszi az úszást és edzésen vesz részt, van, aki lubickol, és van, aki strandröplabdázik. Megkezdődött a nyári nyitvatartás a Gyöngyösi strandon. Hétköznap reggel 6, hétvégén 9 órától este 7 óráig van lehetőség strandolni, hőségriadó esetén pedig akár este 8 óráig is nyitvatart a sportlétesítmény. A nyári időszakban nem csak a nyitvatartás, hanem a jegyárak is változtak. 10-20 forinttal megemelkedtek, illetve vannak a klasszikus csoportos jegyek, és bejönnek azok a klasszikus gyöngyösi lakosoknak szóló kedvezményes jegyek, amiket így délutános jegynek hívunk, és igazából délután 3 órától este 7 óráig lehet igénybe venni. Ez talán a legnépszerűbb itt az elmúlt évek tapasztalatai alapján. A kicsi körömére új csúszda és vízbefúvó került a gyermekmedencébe, de a fejlesztések legnagyobb része most gazdasági célú, tette hozzá Juhász Péter. Egy 50 kW-os napelem azért mégiscsak jelentős a strand életében, egy hulladékvíz hőenergiát visszanyerő berendezés megint csak egy jelentős megtakarítás hozhat, ez nem százezres, hanem milliós összegeket lehet majd itt mérni. Én azt gondolom, hogy ez jó alapja lesz annak, hogy gyakorlatilag más nagyobb beruházások is elkezdődjenek. Így a jövőben akár új medencével és csúszdákkal is bővülhet a strand eszközparkja. A tanév végével a gyerekek szabályosan megrohamozták a strandot. Jó a víz alatt úszkálni, meg hogy jó pancsolni a vízbe. Szeretek itt úszni, meg nagyon szeretek játszani. Szoktunk a barátaimmal játszani jókat. Az üzemeltetők arra kérik a strandolókat, hogy a nyári időszakban is tartsák be a higiéniás előírásokat, és vízbeugrás előtt használják a zuhanyzókat. A toronyház megépülésének 45. évfordulóját családi nappal ünnepelték a hétvégén az épület egykori és jelenlegi lakói. A játékos programok és a fellépők szervezése is egytől egyig a ház lakóinak munkáját dicséri. A szervezők azt mondják, céljuk a jeles évforduló megünneplése mellett a lakóközösség erősítése volt. Páratlan a kilátás 20 emelet magasból, a város legmagasabb épületének tetejéről. Gyöngyös emblematikus épülete a toronyház 45 évvel ezelőtt több éves építkezés után készült el. A lakók ebből az alkalomból családi napot tartottak, programokkal, az épületet érintő kvízzel és rajzversennyel is készültek. A rendezvényen olyanok is részt vettek, akik már a kezdetektől itt élnek. Tengely Sándor nép például Kazinc Barcikáról költözött ide 45 évvel ezelőtt. Először az iskola útra költöztettek bennünket, amíg a toronyház föl nem épült. Tehát 68-ban én oda mentem, és akkor mikor 71-ben átadták, akkor jöttünk itt ide. Hát mi ezt nagyon vártuk, megmondom őszintén, mert ugye családdal, gyerekekkel, két gyerekkel jöttem én is, hogy ez borzasztóan kíváncsiak voltunk. És mi már a 2-3 év alatt is figyeltük, ahogy épül
eljöttünk erre sétálni, mert ez egy szenzáció volt, ahogy ez beindult. A múltat fotókiállítás formájában is felidézték. A születésnapi ünnepség konferálója, Pap Róbert világéletében a toronyházban élt. Gyerekkorában a 19. emeleten lakott, ma pedig saját családjával a 10. emeleten él. Azt mondja, okoz vicces szituációkat, amikor vendégek érkeznek hozzájuk. Ha jönnek hozzánk látogatók, ismerősök, rokonok, akkor általában a nagyszobában a bejárati ajtónál megállnak, így kitámasztanak két oldalra, és azt mondják, hogy hű de magas, hű de messzire ellátni. Másik az, hogy hű de meleg van itt. Szén Gabriella, a 8-as számú választókörzet önkormányzati képviselője azt mondja, jó látni, hogy ennyire aktív lakóközösségek is vannak Gyöngyösön. Ennek rettentően örülök, mert azért a mai világban nagyon ritka az, hogy olyan közösség van együtt egy házon belül, akik képesek, tudnak és akarnak is együtt dolgozni, és itt most a munka jó értelmére gondolok, hiszen a mai programot teljesen önerőből szervezték. A program szervezési rutint tehát idén megszerezték a közösség aktívabb tagjai, akik ígérik, az 50. évfordulóra valami sokkal komolyabb rendezvénnyel készülnek majd. Második alkalommal rendezték meg vasárnap Sáston a Mátrai Betyár Fesztivált. A Vidrócki Mártonnak emléket állító rendezvényen nem csak a betyár hagyományokkal ismerkedhettek meg a látogatók, hanem kipróbálhatták az országban egyedülálló, közel egymázsás csattogólepkét is. Egy 97 kg-os csattogólepke volt az egyik leglátványosabb eleme a Mátrai Betyár Fesztiválnak. Az országban egyetlen ilyen szerkezet van, a családoknak pedig meg is gyűjt a baja a monstrummal. A rendezők azonban nem csak erre, hanem a betyár hagyományokra is emlékezni kívántak. A Mátrának van egy nagyon komoly betyár hagyománya, ne felejtsük el, Vidrócki Mártonnak hívják azt a betyárt, aki legendás volt a Mátrában, a szegényeket segítette, a gazdagoktól meg elvette, amit tudott, ügyesen és jól. És Vidrócki Marci volt akkor a szerencsénk, hogy Kodály Zoltán kedvence is lett, és a Vidrócki híres nyája, neked is, negyedik osztályban még szolmizálnod is kellett talán. És ezt a legendát, ezt a hagyományt próbáljuk föl eleveníteni. A Betyár Fesztiválnak akár a himnusza is lehetne az A Vidrócki híres nyája kezdetű népdal, amit a Szabad Élet zenekar regi stílusban adott elő. A rendezvényre kilátogató közönség a gyöngyösi Tóth Sándor triálbajnok bemutatóját is megtekinthette. Az előadás különlegessége pedig az volt, hogy néhány triálelemet bemutatott a kerekesszékhez kötött Dumit Richard is. A triál az nem is igazából triál, csak így beszélgettünk a Sanyival, ugye, mert ő a személyi edzőm is egyben, és felvett, hogy csatlakozzak hozzá egy ilyen freestyle keretében, nem is igazán volt megbeszélve, csak úgy spontán jött. A fesztivál pedig nem múlhat el igazi betyárok nélkül. A közönség egy hamisítatlan betyár küzdelmet is végignézhetett, ahol Vidrócki Marci mai utódai természetesen fokossal és karikás ostorral küzdöttek meg egymással. A hétvégén immár 7. alkalommal rendezték meg a parafa úszókupát a Gyöngyösi strandon. A hagyományosan nyár elejére tervezett gyermek- és ifjúsági úszóversenyen ez alkalommal 38 egyesület 497 versenyzője állt rajtkőre. A Gyöngyösi Parafa Úszóklub növendékei is versenybe szálltak. Igaz, ez az alkalom inkább az országos bajnokságokra való felkészülést szolgálta. Nem véletlenül tesszük erre az időpontra a versenyünket, ez a verseny mindig a bajnokságok előtt az utolsó verseny, ahol még szintidőt lehet húzni a bajnokságokra, azért vannak ilyen sokan, 500 versenyző jött 32 vagy 35 egyesületből, és ez pont beleillik a felkészülésbe az országos bajnokságokra. Baszkó Viktor vezetőedző elégedett volt a látottakkal. Annak ellenére, hogy a legjobb formájukat nem erre a versenyre időzítették, a sportolók születtek szép eredmények. Erre a versenyre nem, különösebben nem készültünk, edzésből úsztak a gyerekek, majd a bajnokságokon kellene nekik majd jól úszni, de elég szépen úsznak, ahogy így tudom figyelgetni verseny közben a gyerekeket. Egy-két aranyérem úgy látom, hogy van, meg helyezések vannak, és javítanak a eddigi egyéni eredményeken. Zsidai Annával és Magda Boldizsárral különösen elégedett volt a vezetőedző, de kiemelte, hogy Tóth Zoltán is jó eredményt ért el. Annak ellenére, hogy a sportoló saját bevallása szerint is igazi erőpróbának az országos bajnokságokat tekinti. Az 1.04.09-es eredménnyel azonban bizakodva várhatja a folytatást. Most 100 méter hátat úsztam, meg vagyok fel elégedve, mert edzésből úsztunk.
Nem a legjobban, az a 2 másodperc el volt a maradva, de azt a vidékbajnokságon úsztuk, arra készültünk. Hát első lettem ezzel az idővel, szerintem jó volt. Ahogy a többi gyöngyösi úszó, úgy Tóth Zoltán is egyéni csúcsokat szeretne elérni a bajnokságokon. Utóbbi sportoló megcélozza a döntőket is, néhány számban pedig akár a dobogót is elérhetőnek tartja. Kevesebb társadalombiztosítási járulékot fizethetnek a jövőben az egészségügyi szűrővizsgálatokra járók. Akik pedig kihagyják, azoknak emelkedhet a közterhük, mondta Lázár János, aki ősszel javasolni fogja a parlamentnek az ötlet törvénybeiktatását. Lázár érvelése szerint hazánkban évente 130 ezer ember hal meg, közülük 10-15 ezer megmenthető lenne, ha idejében állapítanák meg náluk a súlyos betegséget. Hozzátette, sokkal több forrást kell fordítanunk a népegészségügyre, és be kellene vezetni 3-4 kötelező egészségügyi szűrést. 20 éve nem látott válságban van a hazai tojáspiac. Az árak ugyanis olyan alacsonyak, hogy a termelők egy része már el sem tudja adni itthon a termékét. Ráadásul a porítóüzemek sem veszik át a felesleget. Vég László, a Magyar Tojóhibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének elnöke bízik abban, hogy szeptemberre normalizálódik a helyzet és megfordul a negatív tendencia. Jövőre az alacsonyabb áfával, illetve az elektronikus áruforgalom ellenőrző rendszer kiterjesztésével és az ellenőrzésekkel nagy lépést tehet az ágazat a fehéredés irányába. Most pedig nézzük, hogy hogyan is álltak ma délután 5 órakor a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A vezető részvények közül a Magyar Telekom 444, a MOL 16330, az OTP 6785, a Richter pedig 5435 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX ma délután 5 órakor 26563 ponton állt, ami addig 321 pontos emelkedést jelez. Most pedig rövid hír összefoglalónk következik. A holokauszt gyöngyösi áldozataira emlékeztek a zsidó temetőben. Névadó ünnepség mostantól Csépe György nevét viseli a strand. 45 éves a toronyház, programokkal készültek a lakók. Ezek voltak ma a legfontosabbak, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!